Tisztelt Országgyűlés! A múlt héten a pénzügyminiszter úr benyújtotta Magyarország 2023. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslatát a parlamentnek. Mint ahogy egy családnál is rendkívül fontos a büdzsé, hiszen az megmutatja, hogy mit tartanak fontosnak, mire akarják költeni a jövedelmet, úgy az ország költségvetése is jól megmutatja, mit tart a kormányzat fontosnak, mire akarja elkölteni az adófizetők pénzét, és mi az, amit nem tart sokra. Hát nézzük meg először egy-két egyébként érthetetlen optimizmus mutató adatot, amire a költségvetését alapozta a pénzügyminiszter úr. Hát például a 2023-as inflációt 5,2%-ra várják, miközben a napokban közelítettük meg a 11%-os átlagos pénzromlást. Van bárki itt, aki azt elhiszi, hogy megfeleződik majd az infláció? Komolyan számolnak tovább az EU-s forrásokkal is, amelyek egyelőre a láthatáron sincsenek, mert a korrupciós veszélyt az Unió még mindig erősnek látja. Az Orbán kormány itt a ciklusban a hazánknak járó 16 ezer milliárd forinttal hazardírozik. Eleve értelmetlen egyébként addig költségvetést készíteni, amíg egy ekkora tétel sorsa nem ismert, vagy ha mégis készítenek, akkor olyan verzióval kellene számolni, ami a pesszimista változat. Azaz, hogy mivel a kormány nem hajlandó leszámolni a korrupcióval, nem kapjuk meg az európai adófizetők pénzét. Az összkép alapján egyébként feketén-fehéren kiderült. Bődületes megszorítás az, amit önök elénk tártak. Jelentős adóemelésekkel számolnak, amely teljesen kizárt, hogy nem érint majd minket közvetlenül. Hiszen a különadóknak nevezett elképzelések egyértelműen drágítják az életet. Ennek első jeleit egyébként már most láthatjuk. Hiszen a Ryanair bejelentette, ők bizony átterhelik az utasokra az Orbán csomagjuk különadóját, ha kell, utólag is megterhelik a bankkártyáinkat. Az a cég, amely meg nem jelenti be, nos, ők is ugyanezt teszik majd, legfeljebb majd csak csendben. Szóval nézzük meg, mi az, ami a kormánynak fontos a költségvetésben. Hát a 2021-es rekordszintű 5400 milliárd forintos áfa bevétel után 2023-ban további növekedést terveznek, 7000 milliárd forintra számítanak. Ez az összeg több mint felével magasabb, mint a járvány előtti 2019-es. Örüljünk? Hát szerintem csak mérsékelten. Mert a világrekorder 27%-os áfakulcs írtozatos teher mindenkinek. És ebből is irgalmatlan mennyiségű pénz keletkezik a NER cégek további hizlalására. Mert ami viszont fontos a kormánynak, az a NER cégek valódi extra profitjának a megőrzése. Mert érintetlenül maradnak a leuralt ágazatok, például az építőipar, amelyekben a valódi extra profit képződik, és amelyekben így elképesztő haszonra tesznek szert továbbra is. És mi az, ami a Fidesznek nem fontos? Hát pont az, ami mondjuk az elmúlt 12 évben sem volt az. A jóléti kiadások, a szociális szféra, az egészségügy, az oktatás. Mert a területek támogatása a GDP arányában is csökken az idei évhez képest, ami újabb szemléletes példája a bődületes megszorításoknak, amit terveznek. Önök szoktak visszamutogatni 2010-re, akkor megteszem én is. 2010-ben ezekre a területekre, jóléti kiadásokra, még a GDP 31%-át fordított a költségvetés. 2023-ra ez az arányszám 24% alá csökken. De nem fontosak Orbánnak, Vargánnak, a Fidesznek, a munkavállalók, a közszféra alkalmazottai sem. Erre utal, hogy leépítéseket terveznek a közigazgatásban. De ne feledjük, ezzel egy időben a politikai felsővezető bérplafonját viszont eltörölnék. Mindenki annyit vihet majd haza, amennyit a miniszterelnök jónak lát, és nem amennyit ér. Jól látható, hogy borzasztóan bizonytalan lábakon áll a költségvetés, annyira, hogy már a Fidesz ellenességgel nehezen vádolható költségvetési tanács tagja is túl optimistának tartják a pénzügyminisztérium feltevéseit. Tisztelt Országgyűlés, jól tudjuk, hogy ez mihez fog vezetni. A nyugdíjak mellett ez a költségvetés is gyorsan el fog inflálódni, és jövőre már köze nem lesz a valósághoz. Ezért arra kérem önöket, hogy még ha nemzetellenes költségvetés is fogadnak majd el, legalább várjanak vele őszig, mint más hagyományos európai értékeket követő országok. Mert jelenleg nagyon nagy a bizonytalanság, de ebben a költségvetésben csupán egy dolog biztos, a bődületes megszorítás. Köszönöm szépen a szót, látom, van még egy pár másodpercem, úgyhogy csak
annyit hagy kérjek a válaszolótól, hogy a válaszában majd kerülje az ilyen unalmas, semmit mondó propagandafordulatokat, meg szitokszóként használt személyneveket, tudja, Soros, Gyurcsány, meg Bokros, ilyeneket nem mondogasson nekem, jó? Ha pedig majd az Európai Unióról beszél, akkor kérem, hogy azt hívja a nevén, és ne brüsszelezzen. Most már nincs. Köszönöm szépen a szót, és remélem, hogy személyeskedés nélkül fog tudni válaszolni. Tisztelt Országgyűlés, a kormány nevében Tálai András miniszterhelyettes úr válaszol. Ön a szó, miniszterhelyettes úr. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr, nem nagyon láttam magát itt az elmúlt 24 évben a parlamentben. Mindenesetre köszönöm a tanácsait, hogy egy kormánytag és egy államtitkár mit válaszoljon. Hát nézze, akkor kezdjük mással. Igaz az, hogy magának meggyűlt a baja az Európai Uniós pénzek elszámolásával? Én csak kérdezem, mert egy újságcikk szerint igen. Igaz az, hogy a cége angol tanfolyamra vett igénybe Európai Uniós pénzeket, és közben ön már jól beszélt angolul, de mégis erre a tanfolyamra kellett a saját cégébe jár. Én csak kérdezem, mert mondta, hogy ne ezt az unalmas választ mondjam, vagy igaz az, hogy olyan ajánló ívekkel próbált önkormányzati képviselő lenni, amiben egyébként megállapították, hogy valótlan személyek írták alá. Csak azért, hogy ne ezt a szokásos választ adjam önnek. Én csak kérdezem önt, kérdezem. Ami pedig a költségvetés bírálatát illeti, kezdte az inflációval. Hát segítek önnek, az inflációs számokat, amely 5,2-re van tervezve a 2023-as költségvetésben, az Európai Bizottság ugyanerre az évre 4,1%-ot, mond Magyarországra, az IMF 6,4%-ot, az MNB 4,2%-ot, Szibbank 4,5%-ot, a Magyar Takarékban pedig 4,8%-os pénzromlással kalkulál. Az, hogy most mennyi az infláció, és hogy mennyi lesz jövőre, hát ez nem azt jelenti, hogy most magasabb, hogy jövőre is magasabbnak kell lenni az inflációnak. El kell indulni lefelé, különösen akkor, hogyha a háború, amelyet egyébként önök támogatnak, hiszen kimondták, hogy fegyverrel, sőt, ha a NATO úgy dönt, akkor katonával is támogatják a háborút. Mi pedig azt mondtuk, hogy nem támogatjuk, nem veszünk részt, még úgy sem, hogy Magyarországon fegyvereket szállítsanak. És lám, milyen igaz lett e tekintetben is a magyar kormánynak. De térjünk vissza az ön bírálatára, ami a 2023-as költségvetést illeti. Mondta, hogy milyen alapon tervez az Európai Uniós forrásokkal a magyar kormány. Mi tudjuk azt, hogy önök nagyon-nagyon örülnének annak, hogyha a Magyarországnak járó Európai Uniós forrásokat nem kapná meg Magyarország. Mert önök örülnének neki. Hát ez volt a dolog lényege. Igenis, reális, hogy a 2023-as költségvetésbe ezt betervezzük, mert bármilyen politikai jogból az Európai Unió ezt visszatartja, az kizárólag az országgal szembeni politikai bosszú, amiatt, hogy az Orbán kormány és a Fidesz, KDNP merészelt újra kétharmaddal választást nyerni. Magyarországnak az Európai Uniós források nem adományok, az igenis az országnak jár, és természetes, hogy mi ezért mindent megteszünk, hogy ezeket a forrásokat megkapjuk, és ezért tartalmazza a 2023-as költségvetés. Aztán ön megszorításnak nevezi az extra profit adó bevezetését. Hát én a Facebook oldalán olvastam, hogy még Bokros Lajost is idehozta hasonlításképpen, hogy a Bokros Lajostól is nagyobb megszorító csomag ez. Akkor elmondom önnek, hogy a Bokros Lajos idejében a megszorítások az embereknek szóltak, a családoknak. Munkát terhelő adóemelés, családi pótlék jövedelemhez kötése, gyermekgondozási díj, egyszeri családtámogatás megszüntetése, tandíj bevezetése, és sorolhatnám. Az önök válságkezelése az megszorítás. A mi válságkezelésünk az annak a biztosítása, hogy a magyar családok
legyenek megvédve, legyenek a rezsicsökkentéstől, a nyugdíjasok a háborús inflációtól, a gazdaság pedig a háború miatt kialakult alapanyag és energia áremeléstől. Ez a legfontosabb cél, hogy működjön a gazdaság, hogy megmaradjanak a munkahelyek, és az embereknek legyen bevételük. Ami a kiadások, jóléti kiadásokat, az egészségügyi kiadások csökkenését illeti, ebben sincs igaza, de lesz még idő felkészülni a költségvetési vitára. Ajánlom önnek, olvasgassa a költségvetést, és meglátja, egy teljesen más típusú felszólást fog majd mondani. Köszönöm.